Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács szeptember 21-i hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jön rövid képes ajánlónk. Fórum a népszavazásról. Mohácsra látogatott Csepregi Nándor parlamenti államtitkár. Határvadász kerestetik. Mohácson is toborozta az érdeklődőket a rendőrség. Lehetőség az önállóbb életre. Segédeszközökkel ismerkedhettek Mohácson a látás és hallás sérültek. Jövőre veletek ugyanitt. Nagy sikerrel debütált a Mohácsi Rozé Fesztivál. Tekerjünk, hogy tekerhessünk. A mobilitás heti akciónak idén is voltak Mohácsi résztvevői. Oldtimerek és ritkaságok. Veterán autók lették el szeptember 17-én a Széchenyi teret. Áder János köztársasági elnök október 2-ában határozta meg annak a referendumnak az időpontját, melyen a szavazásra jogosultak a következő kérdésre adhatnak választ. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A témáról szeptember 15-én tartottak lakossági fórumot Mohácson, az ifjúsági centrumban. Csepregi Nándor parlamenti államtitkár, valamint térségünk parlamenti képviselője, dr. Hargitai János is részt vett a népszavazáshoz kapcsolódó Mohácsi lakossági tájékoztató fórumon szeptember 15-én. A kvóta referendumról stábunk először az államtitkárt kérdezte, aki egyebek mellett kifejtette, a népszavazás arról szól, hogy a magyar emberek saját maguk dönthessék el bármilyen külső nyomás nélkül, kikkel és milyen formában akarnak együtt élni. Ma Magyarország különböző rendvédelmi szervei, ezzel alatt értem a rendőrséget és a hadsereget, képesek arra, hogy megvédjék Magyarország határait az illegális bevándorlástól. Azonban ez a kérdés ez nem azt jelenti, hogy megnyugodhatunk abban a tekintetben, hogy ez a probléma el is múlt, hiszen látható módon egy korlátlan utánpótlással rendelkező emberáradat indult meg Európa irányába. Azonban még mielőtt bárki elragadtatná magát, itt olyan emberekről beszélünk, akik áldozatok. Áldozatok egyrészt a saját kormányuk politikájának, áldozatai az embercsempészetnek és áldozatai az európai politikának, amely felelőtlenül anélkül hívja meg őket Európába, hogy végig gondolná ennek a folyamatnak a végét. Erről szól lényegében a népszavazás is, hogy a magyar emberek saját maguk dönthessék el bármilyen külső nyomás nélkül, hogy kikkel akarnak és milyen formában akarnak együtt élni, és ezért vagyunk ma itt is, hogy erről a kérdésről beszélgessünk. A kérdés kicsit elméleti, és függetlenítsük egy picit attól magunkat, hogy október 2-án, ahogy említette, országos népszavazás lesz. Milyen hosszú vagy rövid távú következményei lehetnének annak, ha tegyük fel Magyarország alávetné magát a brüsszeli akaratnak, és együttműködne abban, hogy itt illegális bevándorlók telepedjenek le? Egyrészt látható az, hogy egy nagyon komoly konfliktus van az Európai Uniós tagállamok, főként azon tagállamok és tagállamok kormányai és állampolgárai között, amelyek valóban testközelből tapasztalják meg ezt a rettentő nagy nyomást, és azon állampolgárok, illetve brüsszeli döntéshozók között, akik erről alapvetően úgy diskurálnak, hogy a fehér asztalon kívül, még fotókon kívül nem találkoztak ezzel az emberáradattal. Ami a legveszélyesebb ebben az egész történetben az az, hogy Brüsszel olyan jogot vindikál magának, olyan jogot próbál formálni, amelyről sem Magyarország, sem más európai tagállamok nem mondtak le. Ez a nemzeti szuverenitásnak a kérdése. Amikor mi közösen arról döntöttünk, hogy belépünk az Európai Unióba, és egy gazdasági politikai közösségnek a tagjai vagyunk, az nem azt jelentett, hogy feladtuk Magyarország szuverenitását, hanem tartoztunk egy közösséghez, amellyel kötelezettségek és jogok együtt járnak. Ez pedig a jogokat olyan szinten sérti, olyan szinten tiporja, ami azt gondolom, hogy az Európai Uniós alapszerződéseket is sérti. A népszavazásnak a következménye pedig pont az, hogy egy semmilyen színezetű Magyarországgyűlés és az abból kialakuló kormányzat nem fog tudni olyan álláspontot képviselni ebben a kérdésben, amely kérdésben az emberek dönthetnek október 2-án, tehát ez kötőerővel bír. Enélkül a döntés nélkül a magyar kormány nagyon sok tekintetben azt gondolom, hogy gyengébben tudja képviselni a magyar állampolgárokat, vagy a magyar nemzetnek a magyar határokon túlélő tagjait. Hargitay János hosszú évek óta Baranya egyik országgyűlési képviselője, és a Baranyait azért kap különös említést, mert megyénk nincs messze attól a Szerbiától, amelyre hónapok óta fokozódó migrációs nyomás nehezedik, és a hírek szerint ez a presszió csak fokozódni fog. Ha itt a megye déli részén érők erre gondolnak, akkor van-e okuk bármilyen aggodalomra? Egy olyan helyen élünk, ahol a történelmünk során kétszer is találkoztunk az iszlám, a muzulmán világgal 1526-ban. Akkor nem voltunk felkészültek arra, hogy megállítsuk
azt a világ akkor legerősebb seregét, a török seregét, és épp úgy a Mohácsi csatasaikon szenvedett vereséget a középkori Magyar Királyság, aminek 150 éves török uralom lett a vége. 150 évvel később, 1687-ben pedig Mohácstól 20 kilométerre Villány Nagy Harsány térségébe ugye egy európai összefogással sikerült kiszorítani a törököket Magyarország területéről. Amikor ezeket az eseményeket felidézem, akkor arra is utalok, hogy az iszlám az egy hódító vallás, egy olyan vallás, ami azt vallja, hogy ott, ahol egyszerűek voltak, az mindig azt valamilyen módon az övék. Tehát Magyarországra is ez a vallás így tekinthet. Nem csak Szerbia és a szerb határszakaszaink vannak nyomás alatt és vannak veszélyeztetve, hanem egész Európa. A bécsi érsek, az egyik legelismertebb katolikus érsek talán, Schönborn bíboros úr épp a napokban a bécsi ostrom 333. évfordulója kapcsán mondta ki, hogy amit zajlik, az iszlám által Európa megszállása, és mi is ezt gondoljuk. Ez egy tudatosan szervezett akció, különböző erősségekkel zajlik, és az Európa, ez az elkényelmesedett gyenge Európa, és néhány európai vezető, meghatározó európai vezető, ezt a veszélyt képtelen felismerni, és ezért végveszélybe sodorhatja ezt a térséget. Ezért tesszük mi azt, amit teszünk, fellépünk ez ellen minden fórumon, és egyszerűen a választókat, a népet akarjuk segítségért hívni, mert a magyar kormánynak nagyobb felhatalmazást Brüsszelben érvelésre nem adhatunk, mint azzal, hogy azt mondjuk, hogy lám a magyarok döntő többsége egy érvényes és egy eredményes népszavazáson azt mondta, hogy igaza van, amikor a kormány ezt az álláspontot képviselő, hogy ezt meg kell akadályozni. A kvóta referendumról tartottak lakossági fórumot Mohácson, az ifjúsági centrumban, szeptember 15-én. A Városi Televíziónak a rendezvény meghívott előadója Csepregi Nándor parlamenti államtitkár hangsúlyozta. A népszavazás arról szól, hogy a magyar emberek saját maguk dönthessék el, bármilyen külső nyomás nélkül, kikkel és milyen formában akarnak együtt élni. A programon részt vett dr. Hargitay János, térségünk parlamenti képviselője is, aki stábunknak az illegális bevándorlás kapcsán arról beszélt, hogy néhány elkényelmesedett, de meghatározó európai vezető végveszélybe sodorhatja a régiót. Magyarország ezt akarja megakadályozni, a nemzetközi tárgyalásokon pedig egy érvényes és eredményes népszavazás erős háttértámogatást jelent a kormány álláspontjának. A szükséges képzés elvégzése után a 200 ezer forintot jóval meghaladó bruttó fizetéssel állhatnak szolgálatba a határvadászok. A hivatás iránt érdeklődőket szeptember 20-án Mohácson a Duna Irodaházban tájékoztatta a rendőrség az elvárásokról és a lehetőségekről. Baranya szerte toborozzák ezekben a napokban a határvadász hivatásra nyitott magyar állampolgárokat. Az akció mohácsi helyszínén Heresznyei Zsuzsanna rendőr ezredes ismertette a Városi Televízió kérésére a jelentkezőkkel szemben támasztott legfőbb követelményeket és a számukra kínált karrier lehetőséget. A készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályai hivatásos állományú tagjaként a határ mellett fognak szolgálatot ellátni. Fő feladatuk az illegális migráció megakadályozása, megelőzése, különböző ehhez kapcsolódó határvédelmi feladatok. Van-e valamilyen iskolai vagy akár fizikai elvárás a jelentkezőkkel kapcsolatban? Komoly elvárások vannak a jelentkezőkkel kapcsolatban. Vannak olyanok, amelyek kikerülhetetlenek, ez a betöltött 18. életév, büntetlen előélet, érettségi megléte, belföldi állandó lakhely, magyar állampolgárság. Ez mind kell ahhoz, hogy egy érvényes jelentkezési lapot beadhasson a pályázó, majd ezután a különböző alkalmassági vizsgálatokon kell sikeresen szerepelnie, fizikai állapotfelmérés, egészségügyi és pszichológiai vizsgálat. Említette a 18. életévet, mint alsó korhatárt. Ezek szerint felső korhatár nincs elvileg, akár egy 40-es évben járó fiatalember vagy hölgy is jelentkezhet? Ez így igaz, a mi szolgálati törvényünk a jelentkezés felső korhatárát 55 évben határozza meg. Most tehát a jelentkezőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár mínusz 10 év. Ez 55 év. Minden bizonnyal lehet egy motivációs erő vagy vonzerő a munka jellege, a munka miensége mellett, azért az anyagi dotálása ennek a tevékenységnek, fogalmazzunk így. Milyen bérezésre számíthatnak akár a képzés ideje alatt, vagy aztán később már, ha végzettek, lesznek ezek a határvadászok? Mint mondtam, aki az alkalmassági feltételeken megfelel, ő kinevezésre kerül a készenléti rendőrség állományába.
első körben munkavállalói jogviszonyban 150 ezer forint bruttó illetménnyel, és megkezdi tanulmányait a moduláris képzésbe. 2 hónap után modulzáró vizsgát tesznek, akik ezt sikeresen teljesítik, hivatásos állományba kerülnek 220.300 forintos alapilletménnyel, erre különböző pótlékok, nyelvvizsgapótlék, majd amikor szolgálatba állnak, reményeink szerint az első csoport május elején, az éjszakai pótlék, készenléti pótlék, éves kafetéria, ami jelenleg 200.000 forint, és különböző egyéb juttatások, lakhatási támogatás, különböző élethelyzetek adódása esetén segélyek, és még sorolni lehetne ezeket. Korábban az egyenruhás pályáknak egyik feltétele volt az, hogy valaki katonai pályát is végezzen, vagy hát legyen katonai alapképzése, például hogy tudjon bánni a fegyverrel. Ez most akkor nem elvárás? Mivel, hogy már nincs sorkatonaság, és hogy ezek a fiatalok már csak mesékből emlékeznek arra, amikor az még volt, ez nyilván nem elvárás. Ezeken a képzéseken, a képzés alkalmával meg fogják ők tanulni a különböző alaki és intézkedés taktikai tudásokat, fogásokat, amiket alkalmazni is tudnak. Arra fel kell azért készülnie a jelentkezőknek, hogy nem biztos, hogy csupán az otthonuk ajtaján kilépnek, és 3 perc sétával a szolgálat végzés helyére fognak érni, tehát azért itt mozogniuk kell majd az országban. Első körben, akiket mi keresünk itt most Baranyába, az a Pécsett állomáshozó készenléti rendőrség határvadász bevetési osztálya. Ez az osztály létszámában jelentősen fog bővülni, és a fiatalok, akik oda felvételt nyernek, mint ahogy mondtam, a határon fognak szolgálatot teljesíteni, várhatóan akár egy hetes úgynevezett kihelyezett szolgálat keretében, akár Bács megyébe, akár Csongrád megyébe. Ezeken a kihelyezett szolgálatokon természetesen a szállás és az ellátás jár az ifjaknak. Önök most már azért járják a megyét és találkoznak a fiatalokkal, a potenciális érdeklődőkkel is ezeken a fórumokon. Hogy látja, mennyire motiváltak, mennyire érdeklődők, illetve ha kérdéseket fogalmaznak meg, azok mire irányulnak? Sok az érdeklődő, több helyszínen voltunk már, Szentlőrinctől Pécsett, tehát Ilocskáin, Komlón és egy csomó határmenti településen. Az érdeklődők száma nagy. Ugye az, hogy az érettségi alapkövetelmény, ez némileg szűkíti az érdeklődők körét. Én úgy látom, és akikkel beszéltem fiatalokkal, a biztos jövő a családnak, ezáltal biztosított létbiztonság, ez a legnagyobb motiváló erő, de ez rendben is van így. Ez tehát egy kiszámítható, hosszú távra szóló munkalehetőség? Mindenképpen. Tehát tulajdonképpen azt szoktuk mondani leegyszerűsítve, hogy aki rendesen dolgozik, betartja azokat a szabályokat, ami ehhez a testülettel együtt jár, akkor nyugdíjas koráig a rendőrség kötelékében szolgálhat. A mohácsi határvadásztoborzás előtt mohácsi edzője dr. Kovács Mirella stábunknak a város és a rendőrség közötti együttműködésről beszélt. Ugye nagyon sok területen működik együtt az önkormányzat, a részben a rendőrfőkapitánysággal, részben pedig a városi kapitánysággal. Az önkormányzat számára, és nem csak a mohácsi önkormányzat számára, hanem úgy gondolom, hogy a kistérségi önkormányzatok számára is fontos az itt élők szubjektív biztonságérzete, illetőleg a közbiztonság javulása. És úgy gondolom, hogy egy település vezetésnek minden rendelkezésére álló eszközzel ezt a munkát, ezt támogatni, segíteni kell. Természetesen odaálltunk a rendőrfőkapitányságnak a toborzó tevékenysége mellé is. A hosszú távra tervezhető, kiszámítható karriert és a bérezés melletti juttatásokat is kiemelte Heresznyei Zsuzsanna rendőrezredes, amikor stábunknak a határvadász hivatásról beszélt. A mohácsi toborzás alkalmával a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársa a jelöltekkel szembeni elvárások között egyebek mellett kiemelte a büntetlen előéletet, a betöltött 18. életévet és az érettségi bizonyítványt. Társadalmunk épp tagjai sokszor bele sem gondolnak abba, milyen kihívásokkal kell szembenézniük az élet legegyszerűbbnek tűnő területein is, látás és hallássérült embertársainknak. A közelmúltban ők, illetve hozzátartozóik ismerkedhettek meg a Dunai Irodaházban néhány hasznos eszközzel, melyek egyszerűbbé tehetik számukra a mindennapokat. Önálló teljes élet hallás és látás sérültként, ezzel a mottóval tartott önálló életvitelt segítő segédeszköz bemutatót a Mohácsi térsége Hallás és Látás Sérültek Egyesülete szeptember 13-án.
a Duna Irodaházban megjelenteket szakemberek tájékoztatták a különböző berendezésekről és adtak praktikus tanácsokat. Az ingyenes rendezvényen részt vett a mohácsiak több generációja által jól ismert fülorgégész szakorvos dr. Bátai István, aki 84 esztendősen is fontosnak érezte, hogy segíthessen. Ez egy nagyon speciális területe az alapszakmának, a fülorgégészetnek, sőt, mondhatnám, hogy ma már ki is vált belőle, hiszen Pécset például rengeteg helyen vannak szakellátó helyek, nem szívesen mondom, hogy üzletek, de mi nem ezt akartuk, hogy szaküzlet legyünk, azért választottuk a hallásgondozó nevet, ahol szeretettel várjuk a nagyot hallókat, megbeszéljük velük a lehetőségeket, hogy hogy tudnának a rendes halló emberek közé kerülni, hiszen a legtöbb azt mondja, hogy értem én, de a családi körbe, ahol ketten-hárman beszélnek, de már társaságban nem mernek elmenni. Vagy elmennek társaságba, de ő a félrehúzódó, mert szégyenli, hogy nem érti, hogy vissza kell kérdezni. Szóval ezek eljönnek hozzánk, megvan minden eszközünk, hogy megvizsgáljuk őket, hogy eldöntsük, hogy az ő problémája hogyan javítható. Műtéttel van lehetőség, sőt, nagyon, hát ma már olyanok, amik szinte hihetetlenek, hogy pótolják a belső fület, ez egy nagyon költséges, de olyannak, aki például süketén született, és meghallja, hogy szólnak hozzá, hát sokat kell foglalkozni vele. Tehát, hogy olyan helyre irányítsuk-e, vagy egy fülorgégészeti osztályra, ahol ma már a hallásjavító műtéteknek, tehát már majd azt mondom, hogy napi gyakorlata, hogy azt csinálják, illetve hát ha olyan probléma, hogy nem műtéti, akkor pedig elmondjuk, hogy van lehetőség hallásjavító készülékek használatára, azokat oda tudjuk adni, ki tudják próbálni, és bizony a probléma ott van, amikor kérdezik, hogy ez mennyibe kerül, és amikor megmondjuk, hát akkor nagyon sok páciensünkkel nem találkozunk többet. Ez aránylag még a magyar hát, ellátási viszonyokhoz képest sokba kerül nálunk. De van az úgynevezett közgyógyellátottak területe, ahol a legújabb, legkorszerűbb készülékeket ingyen megkapja, nagyon nagy lelkű a társadalom biztosítva ezen a téren. Sőt, őszintén szólva, a támogatás, az önrész is olyan, hogyha én a készüléknek a teljes árát nézem, akkor nagyon szépen magára vállalja a terheket a társadalom biztosító. Csak hát a maradék rész az még mindig kicsit nagyobb pénztárcát igényelne. Ön szakorvosként hogy látja, mennyire rohamos a fejlődés az ilyen hallásjavító eszközök területén, ha visszagondolunk mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtti állapotokra? Hihetetlen a fejlődés. Én már majd azt mondom, hogy öreg orvos voltam, amikor nagy újdonságként olvastam szakmai folyóiratokban ilyenekről, és csodálkoztunk, összefutottunk öregek, hogy nézd azok mit tudnak, meg időnként kiruccantunk ugye Bécsbe, én többször voltam ott, én tanulmányutom, meg olyan szerencsém volt, hogy tartósan is ott lehetem, de most utolértük a világszínvonalat minden tekintetben. A különböző elektronikai eszközök csodálatos, hogy el vagyunk látva, a hozzáférhetőségen kellene még javítani. Ezek az eszközök milyen területen tudnak segíteni? Mi az, amiben át tudják hidalni a nem hallást, vagy a rosszul hallást? A belső fül funkciót tudják pótolni, mert műtétileg már az egyéb a hallócsontok, hallójáratok, dobhártya problémák azok tökéletesen javíthatók, hanem ott van a stop, hogy hogyan tovább. Na most ezt a nehézséget tudják a hallásjavító készülékek, sőt, hát az implantátumok, ugye ez egy divatos szó mostan, a mi szakmánkban is, ha nem is napi gyakorlat, de már nem fut össze a szakma
hogy jó, csináltak egy implantációt. Ez már egy elfogadott dolog. Tudunk-e olyan tanácsot adni, hogy akinek amúgy jó a hallása a fiatal korában, az hogyan őrizheti meg a hallás minőségét? Vannak-e erre tanácsok? Hát szoktuk adni, hogy mindenféleképpen a mai technikai eszközök ott üvölt mindenkinek a fülébe reggeltől estig. Hát ez nem hasznos dolog, tehát a zajnak a károsító szerepe. Vannak bizonyos gyógyszerek, de azok elhanyagolhatók, hanem inkább a környezeti ártalom az, ami veszélyezteti a hallást. Ez már most kimutatott, hogy a ma felnövekvő fiatalokból az olyan középkorúaknál sokkal több a nagyot halló, mint ezelőtt valamennyivel. Szív- és érrendszeri betegségeknél, vagy például májnál, vesénél szokták jellemzően emlegetni, hogy az emberek elhanyagolják, nem figyelnek oda rá. El tudjuk hanyagolni a hallásunkat is? Hát bizonyel, nagyon elhanyagolják. Szóval azt lehet hangerővel pótolni, én most nem tudom, mert vagyok éppen, de szóval oda kellene figyelni, azt kell mondanom. És hát kerülni ezeket a dolgokat, mi hirdetjük, és fölhívjuk a figyelmet az ilyen ártalmakra, sajnos nincsen sok hasznak. A diszkózene meg az ördög tudja, hogy mi nem, az csak üvölt és megy, és a rádiónak annak kell üvölteni a kocsiba is, meg mindenütt. Ezt így szokták meg a fiatalok, sajnos. Majd amikor oda jutnak, akkor meg már hiába mondják, hogy üdekár. Mert sorba jönnek, megvizsgáljuk őket, és rájuk kérdezünk, hogy zajban, traktoros voltam. Hát az kell, ugye nyilván, és szokott-e hallgatni fülhallgatóval, persze, hogy hallgatom állandóan. Hát ez sajnos ez, ebben élünk most, hogy így mondjam. De hát megteszünk érte a szakmai területen, harcolunk az ellen, hogy ne így legyen, egyelőre nem sok sikerrel. A Mohács és térsége hallás és látássérültek egyesülete által szervezett önálló életvitelt segítő segédeszköz bemutatóra a Duna Irodaházba érkezett Királyhídi Dorottya, a Siketvakok Országos Egyesületének főtitkára is. A Siketvakok Országos Egyesülete, amelynek a főtitkára vagyok, az egy országos szervezet, és a Mohácsi Egyesülettel már régóta jó kapcsolatban állunk, és különösen fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a budapestiek és a Budapest közelében élők érjék el és kapják meg a nekik szükséges segítséget, hanem azok is, akik vidéken vannak. Tehát nekünk öröm, hogy ide eljöhettünk, és nekünk öröm, hogy a Gabi megrendezte ezt a rendezvényt, amin van lehetőségünk arra, hogy vidéki emberekkel is találkozhassunk, és nekik is el tudjuk mondani, hogy ha szükségük van információra, hogy hol kaphatnak segítséget. Én úgy látom, hogy itt nem pusztán az a probléma oldódhat meg, hogy valaki hall, aki eddig nem hallott, vagy nagyon rosszul hallott, vagy a rossz látásából, vagy a vakságából fakadóan nem tud valamit otthon megoldani, ezen túl már meg tudja otthon egymaga is oldani, de lelkileg felszabadultabbak ezek az emberek utána. Ebben csak reménykedni tudunk, tehát különbözőek vagyunk, de én azt gondolom, hogyha ez valóban igaz, hogyha valaki a problémáiról beszélhet, már az egy lépést jelent a megoldás felé, de az igazi megoldás, hogyha problémáira egy megoldást is tudunk mondani. Tehát mi azért abban reménykedünk, hogyha most nem is tudunk bizonyos kérdésekre válaszolni, akkor a kapcsolatot felvesszük az illetővel, az elérhetőségét felírjuk, és akkor a későbbiekben ő is meg tud keresni minket, illetve mi is tudjuk a kívánt információkat eljuttatni hozzá. A látássérültek számára milyen lehetőségek kínálkoznak? Mi az, ami az ő mindennapi életüket meg tudja könnyíteni? Tehát ezt hozzáteszem, hogy mi a Siketvakok Országos Egyesületétől jöttünk, tehát mi csak olyan emberekkel foglalkozunk, akik látás és hallássérültek egyszerre. Tehát azok az eszközök, amiket mi ajánlani tudunk, és amiket javaslunk, azok pont erre a kettős sérülésre nyújtanak megoldást. Tehát például sokszor egy plusz kiegészítő eszköz, hogy egy villogó és egy nagyon hangos ébresztőórához még egy rezgő kis egység is kapcsolódik, amit a párna alá
tud tenni az illető. Ez pont segít azoknak, akik kiveszik a hallókészüléküket, esetleg nem látnak, semmit nem látnak, vagy nagyon rosszul látnak, úgyhogy a villogás sem segít nekik, vagy nem akarják a párjukat felébreszteni, és ez egy megoldást jelenthet. Mi inkább gyógypedagógus vagyok én magam is, tehát leginkább a segédeszköz az nem egy emberközpontú megoldás, egy segédeszköz az egy lehetőség arra, hogy valaki megtanuljon valamit, de sokszor azt a segédeszközt megfelelően használni meg kell tanulni. És mi ezeket az utakat is próbáljuk egyengetni, hogy ne csak hálót adjunk egy embernek, hanem megtanítsuk halászni is. Tehát, hogy egy kicsit távolabb lássunk az eszközön túl, és az egyéni embernek az egyéni problémájára segítsünk megoldást találni. Ön szakemberként, illetve az egyesület elnökeként hogy látja, mennyire mondjuk úgy siket és vakbarát a mai társadalom, akár hogyha az épített környezetet is vizsgáljuk? Azt gondolom, hogy komoly előrelépések vannak, tehát eljutott az emberekhez már, illetve a törvényalkotókhoz is az az alapvető szemléletváltás, hogy az akadálymentesítés az nem csupán kettő darab rámpát jelent, hanem az akadálymentesítés egy sokkal tágabb értelmű fogalom, és így az infokommunikációs akadálymentesítés is beletartozik ebbe a körbe. Tehát sokkal tágabban értelmezik már azért a törvényalkotók is, és szerencsére a mérnökök is, és a felhasználók is ezt a fogalmat. De azt gondolom, hogy inkább a jelenlegi társadalomnak a szemlélet váltására lenne szükség, hogy sokkal elfogadóbbak legyenek. A hallássérülés azért bonyolult, meg sokszor nem egy látható fogyatékosság, és a látássérülésnek is egy bizonyos mértéke, amikor még az ember csak szemüveget hord, de nagyon rosszul lát, az nem egy, de még nem hord fehér botot, az nem egy olyan látványos és nem olyan könnyen észrevehető jelenség. Tehát, hogy az emberben ne az az attitűd legyen, hogy egyből elutasítsa a másik embert, aki esetleg értetlenül áll egy helyzetbe, vagy nem az ő elvárásainak megfelelően reagál, hanem egyszerűen legyen a tudatunkban, hogy lehetséges, hogy egy ilyen problémával állunk szembe. Ezért ezt is fontosnak tartom, és ezért örülök ennek a lehetőségnek, hogy most itt beszélgethetünk, hogy ez a szemléletváltás is egyszerűen induljon el az emberekben, hogy igen, megszűnt már az az időszak, amikor a fogyatékos embereket ugye nagy intézményekben elzárták, és kifejezetten a társadalom peremére tették őket, hogy ne is lássuk őket, és ne is halljunk róluk, mintha nem is lennének. Elindult már ez a szemléletváltás, hogy itt élnek közöttünk, az iskolákban esetleg a gyerekeink együtt tanulnak olyan gyerekekkel, akiknek bármiféle problémájuk, fogyatékosságuk van, és a felnőtteknek is azt gondolom, hogy el kell következniük ennek a szemléletváltásnak, hogy ők is ennyire befogadóak legyenek. Akár az egyesület részéről is itt van a kinyújtott kéz, de hát ehhez kell egy olyan kéz is, ami mer nyúlni. Bátrabban kérnek már segítséget azok, akik segítségre szorulnának? Igen, a siketvakság az ilyen szempontból egy speciális helyzet, mert ugye leggyakoribb probléma az, hogy nem hallják a rádiót, nem látják a tévét, és nem tudják elolvasni az újságot. Tehát itt inkább a környezet az, amelyik a segítségünkre lehet. Tehát ugye a környezet, aki a közvetlen közelében van, és tud olyan emberről, aki látás és hallás sérült, és szüksége lehet segítségre, akkor az ő segítségével fel tudjuk venni az érintettekkel a kapcsolatot. De azt gondolom, hogy ha megtörténik a kapcsolatfelvétel, akkor utána már gördülékenyen szokott menni az együttműködés. Önálló teljes élet hallás és látás sérültként ezzel a mottóval rendezett önálló életvitelt segítő segédeszköz bemutatót a Mohács és térsége Hallás és Látás Sérültek Egyesülete szeptember közepén. A Duna Irodaházban megjelenteket szakemberek tájékoztatták a különböző berendezésekről és adtak praktikus tanácsokat. A programon mások mellett részt vett dr. Bátai István fülorgégész főorvos és Királyhidi Dorottya, a Siketvakok Országos Egyesületének főtitkára is. A szeptember hazánk számos településén hoz magával egy-egy bor ünnepet. A rendezők hol tájegység, hol fajta, hol pedig a nedű színe alapján határozzák meg a program profilját. Mohácson ez utóbbi koncepciót követve hívták életre a Rozé Fesztivált, mely nagy sikerrel debütált.
Ma már talán a borhoz keveset értőket sem lehetne becsapni azzal az állítással, miszerint a rozé, a vörös és a fehér bor fele-fele arányban történő összeöntésének eredménye. Ez is elkönnyed, gyümölcsös, sokszor mégis szép savakkal felüdítő, nem ritkán széndioksziddal különlegesebbé tett ital növekvő ismertségét és népszerűségét mutatja. Idén először nem kellett más településre utaznia a rozé mohácsi tisztelőinek, sőt a változatos kulturális programokat felvonultató eseményre többen érkeztek városunk határaink kívülről is. A 2016. szeptemberében hagyományteremtő szándékkal megrendezett eseményről a főszervező Hegyvári Zsolttal beszélgettünk a fesztivál zárását követően a Deák téren, mely a rendezvény helyszínéül szolgált. A fesztiválozás az évek óta azért ezt mindenki tudja, aki legalábbis ismer, hogy fesztiválról fesztiválra megyünk és építjük a standjainkat, nyilvánvaló a vendéglátás a fő profilunk, de a fesztiválozásnak ki kellett, hogy jöjjön. Mivel a Villány önkormányzattal évek óta együtt dolgozunk, és kizárólagos fesztivál szervezők és vendéglátósok vagyunk, így azt gondoltuk, hogy a villányi vonatok fullon vannak folyamatosan emberekkel, és miért legyenek ott, amikor ezt itt is meg lehet csinálni. Nyilvánvaló szeptemberi hónapban még azért ez a 30-31 fok és 25 fok közötti hőmérséklet van, így azt gondolom, hogy a rozénak még nagyon nagy szava van, és bíztunk is benne, és nagy valószínűség, hogy jó is lett ez a fesztivál mind a két félről, mert igenis a helyi borászatokat is meg kellett mutassuk. Úgyhogy a Rozé Fesztivál, ez a Mohács és vidéke, meg szeretnénk mutatni azt, hogy nálunk is vannak helyi jó borászok, és nyilvánvaló, hogy Mohács és vidéke fogadni fogjuk az idegen borászokat is, nyilvánvaló csak Dél-Dunántúlról, Szekszárd és környékéről, és Villány és térségéről. Úgyhogy ez onnan eredt a fesztiválnak a jellegzetes neve, hogy Mohács és vidéke Rozé Fesztivál. Tehát fontos az, hogy az itt felszolgált, vagy az itt kapható borok azok valóban a városból, vagy a kisebb régióból származzanak. Igen, mindenféleképpen. Szóval Tokajról nem jöhet egy boros hozzánk, mivel mi sem mehetünk ő hozzájuk, ez egy trend, és azért a Dél-Dunántúlnak az erejét szeretnénk mi behozni ide a mohácsi városba, és én azt gondolom, hogy ennek lesz is jövője, és van is már jövője, mert nagyon jó és pozitív válaszokat kaptunk az interneten, és személyesen is sokan mondták, hogy nagyon-nagyon jól sikerült ez a fesztivál. A fesztivál sikeréhez a kitűnő borok mellett legalább annyiban hozzájárult az is, hogy a fellépőket jó érzékkel választották ki a szervezők, hiszen volt mondjuk úgy magasabb kultúra is, Babán Márkovicsra gondolok, és akik mondjuk a lakodalmas mulatos zenét kedvelik, ők is megtalálták a számításaikat. Ez tudatosan így készült? Igen, hát én azt gondolom, hogy egyébként Babán Márkovics, mivel Mohácson rengeteg a sokác, rengeteg a horvát és a szerb lakos, így mindenki kedvére szerettünk volna. Nyilvánvaló, hogy ő azért egy hagyomány volt, mert Horvátországban rengeteg vendégünk volt. Babán Márkovics egy nagyon-nagyon húzó erő, egész Európában mindenki ismeri a nevét, mindenki tudja, hogy egy nagyon komoly kultúrával rendelkezik, és én azt gondolom, hogy a Kovalszki meg a Vega Szombaton, hát azt mindenki tudja és ismeri, hogy egy magas létszámú birodalmat foglal, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó bulit és hangulatot csináltak. Nyilvánvaló, hogy a vasárnapi nap a Jolly és Suzy, hát ő a mulatós kedvencei, van a Nóta TV-be is róla szó, úgyhogy mindenki ismeri őket, és mindenkinek a kedvére szerettünk volna járni. Nyilván most jön az idő, amikor az ember majd összegzi a tapasztalatokat, meghallgatja a véleményeket, a pozitív és a negatívakat egyaránt, hogy aztán minél jobban tudja felépíteni a következő fesztivált, feltéve, hogy lesz fesztivál. Úgy tűnik azonban az idei sikere alapján, hogy érdemes gondolkodni egy 17-es ilyen Mohács és vidéke Rozé Fesztiválban ismét. Részemről már az első nap eldőlt, hogy lesz is 17-es, ha részemről van szó. Nyilvánvaló, hogy itt már kötött szerződések is vannak. Én a 2017-es évet sokkal komolyabban és sokkal profibb szinten, minden első fesztiválban én azt gondolom, hogy van nagyon sok hiba is van. Részemről is én úgy érzem, hogy voltak hibák, de én azt gondolom, hogy az első fesztivál, ez a 2016-os évről szól, ez nagyon-nagyon jól sikerült, és hát számokkal nem akarok dicsekedni, de azt lehet mondani, hogy elértünk egy olyan fesztivált, amit valószínű, hogy most Villány is nagyon-nagyon irigyel, és irigyel is. Én azt gondolom egyébként, hogy 2017-ben, ami nálunk kötött, a pénteken egy nagyon komoly előadót fogunk idehozni, Magna Cum Laudent, Mezőmisiéket, nagyon jó barátom. Pénteken a kedvenc a fiataloknak, Halott pénz, ami már
nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy meg is lesz a szerződés, és vasárnapra a közkedvelt Rúzsa Magdi fog jelen lenni. Nyilvánvaló, hogy ehhez mindenki kell, önkormányzat is, mi is kellünk, és hát azért itt most már komolyabb feltételek is lesznek mind a két félről. Kitűnő hangulat, minőségi borokat kínáló termelők, változatos zenés programok és temérdek érdeklődő, így lehetne röviden megfogalmazni az első Mohácsi Rozé Fesztivál krónikáját, amint azt a Városi Televíziónak Hegyvári Zsolt főszervező hangsúlyozta, jövőre biztosan lesz folytatás, már a következő év programjain, fellépőin és a lebonyolítás technikai részletein, illetve az esetleges módosításokon gondolkodnak. Az akció tavalyi sikere után a Vémindi önkormányzat vezetésével idén ismét megrendezték a Tekerjünk, hogy tekerhessünk elnevezésű programot az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A szeptember 18-ai kerékpáros megmozdulás egyik frissítő pontját Mohácsnál a Cselepatak mellett alakították ki, ahol városunkból is többen csatlakoztak a menethez. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából megtartott rendezvényt tavaly kettős céllal hívták életre Vémindi kezdeményezésre. Egyrészt felhívni a figyelmet a kerékpározás fontosságára, másrészt megmutatni, hogy sokan szeretnék, ha a megszüntetett Pécsvárad-Bátaszék vasútvonal nyomvonalán kerékpárút épülne. A mohácsi szimpatizánsok, valamint a kerekezni vágyók idén is a Cselepataknál csatlakozhattak, ahol a város önkormányzata frissítő pontot alakított ki. Stábunknak Vémind polgármestere Barta Erzsébet itt beszélt akciójukról. Hát azt hiszem, hogy lassan kezd mindenki komolyan venni minket. A jó Isten is, ugye gyönyörű időben indulhattunk el. Tavaly esőben körülbelül 30-an indultunk Bátaszékről, és Pécsvárad irányából is körülbelül ugyanez a létszám, tehát ez a 30 fős létszám indult. Idén megközelítettük az 50-et, és Pécsvárad irányából is körülbelül ilyen létszámmal indultunk. Nagyon jó a hangulat egyébként mindenhol, közben én tartom a kapcsolatot a másik vonallal is. Minden településen tártkarokkal vártak minket, és tényleg azt gondolom, hogy eddig nagyon szuper a rendezvény, és hát ugye még a java hátra van, úgyhogy Sztárcsevics János segítségével ugye a megfáradt izmokat majd lenyújtjuk Véménden, és különböző meglepetés programok várják az odaérkezőket. Autómentes nap, mobilitás hét, ez önmagában már egy szép gondolat, és ehhez kerékpárral csatlakozni pláne, de ezen túlmutatóan van itt egy másik, ennél sokkal messzebb mutató cél is. Azért tekerünk, és azért van ez az összefogás, mert ugye szeretnénk, hogyha megvalósulna a Pécsvárad-Bátaszék vonalon, ugye megszüntetett vasútvonalon a kerékpárút, tehát a kerékpárutat építenének, és hát ugye a kemény magak, akik itt vannak, és egyre nagyobb figyelmet kapunk, és egyre többen telefonálnak, és egyre többen biztosítanak a támogatásukról, hogy igen, érdemes ezt csinálni, és előbb-utóbb megépül számunkra ez a kerékpárút, biztonságos kerékpárút, hogy ne a közutakon kelljen közlekednünk. Itt pontosan mekkora szakaszról beszélhetünk? Ez egy 50 kilométeres szakasz. Hogyha megvalósulna, akkor milyen hálózatba tudna mindez bekapcsolódni? Hát ugye a településen élő polgármesterekkel, a települések polgármestereivel korábban beszéltünk arról, hogy milyen módon tudnánk ezt a régiót, ezt a szakaszt ugye turisztikai szempontból egy kicsit felvirágoztatni. Ugye minden település biztosítaná a maga programját, tehát egy ilyen körülbelül egyhetes programot tudnánk a kerékpárosoknak biztosítani. Külföldiek is jelentkeztek már, tehát mind a finnek részéről, mind a hollandok részéről ugye támogatást kaptunk, hogy akár anyagi, akár az építésben, tehát ők teljes melszélességgel ugye mellettünk állnak. Ez nem egy kis feladat, de én azt gondolom, hogy szépen apránként, lépésenként ez egy jó cél, és ugye ha nem is ugye munkahely szempontjából, tehát a munkába járásra használnák az emberek a kerékpárutat, már akkor is ez egy óriási dolog, hogy az egészségünk érdekébe tettünk valamit. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kihasználnák ezt a kerékpárutat. Néhány szóval már említést tettünk arról itt a beszélgetésünk elején, hogy Véminden ott lesz Sztárcsevics János, itt van már különben, igen, kerékpározik, itt csatlakozik majd a csapathoz, és ő tart egy levezető, lenyújtó, kinyújtó órát. Mi lesz még Véminden? Mivel várják a megfáradt embereket ott majd? A Fejlesztési Minisztérium jóvoltából kisorsolásra kerül egy kerékpár, tehát itt a kerékpárosok között, úgyhogy ugye a levezető nyújtó gyakorlat után egy közös ebéd következik, egy töltött káposztával várjuk a csapatokat, a Vémindi igazi finom töltött káposztával, és
sportcsarnok előtt különböző programok, a gyerekeknek ugye volt egy ilyen motoros felvonulásuk, illetve a rendőrség segítségével ugye az elektromopedekkel közlekedő időseknek tartottak egy oktatást, mert ugye előszeretettel szeretnek menni a másik oldalon meg össze-vissza, úgyhogy mi nagyon fontosnak tartottuk ezt, és tényleg elég szép számmal részt vettek rajta. Van egy Extreme Hinta nevezetű hinta. Nem tudom, hogy nem próbáltam még soha, úgyhogy ezt is mindenkinek szívből ajánlom, én is ki fogom próbálni, illetve különböző trükkös kerékpárok lesznek, amikkel lehet majd versengeni, és meghirdettünk egy rajzversenyt, tehát ezeknek a legjobb rajzoknak a kiállítása is megtekinthető lesz a sportcsarnokban, valamint ugye a legtöbb rajz, tehát a legjobb rajzokat díjazni fogjuk, és ezeknek az átadása is akkor fog bekövetkezni, tehát az ebéd után majd. Tavaly egy hagyomány teremtődött, mi már második alkalommal beszélgetünk itt ugyanezen a helyszínen nagyjából, ahol tavaly is beszélgettünk, akkor amíg ez a vasútvonal helyetti kerékpárút meg nem valósul, lesz egy ilyen akció, megmozdulás minden ősszel? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg fogjuk rendezni minden évben. És szerintem, ha megvalósul a kerékpárút, akkor utána is meg fogjuk tartani ezeket a rendezvényeket, mert nagyon jól összekovácsolja a településeket, nagyon jó barátságok születnek itt, úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen rendezvények legyenek. Ne csak falun belül, hanem ami több települést is érint. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és jól érzi magát mindenki, tehát mindenképpen megszervezzük jövőre is. A Tekerjünk, hogy tekerhessünk címmel meghirdetett programon részt vett Mészáros Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársa, aki a Mohácsi frissítőpontnál nyilatkozott a Városi Televíziónak. Az osztályvezető kiemelte, évről évre több magyarországi önkormányzat csatlakozik az Európai Mobilitási Héthez, számuk idén már meghaladta a 200-at. Azt biztos tudjuk mondani, hogy a kerékpározás népszerűsége folyamatosan és töretlenül növekszik. Nem csak vidéken, hanem a nagyvárosokban, Budapesten is nagyon sokan használják hétköznapi közlekedési eszközként is, de szabadidős járműként is a kerékpárt. Ennek nyilván egyértelmű szerintem a tárca szándéka is ebben a kérdésben. Bizonyára nem csak az a hozadéka, hogy kevesebb a kibocsátott káros gáz a környezetben, hanem életleni hatásai is vannak. Amellett, hogy nem szennyezzük a levegőt, az egészségünknek is használ, hogyha aktívan, sportolva, mozgással töltjük el a napjainkat. Ez akár úgy, hogyha munkába járunk, akár hogyha a hétvégén szabadidős tevékenységként használunk kerékpárt. Nem tudom, hogy Mohácson először jár-e, de ha volt alkalma egy picikét látni, akkor mit szól az itteni kerékpáros infrastruktúrához? Nagyon kiváló kerékpárútjuk van a mohácsiaknak, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy használják is, minél többen használják ezeket a kerékpárutakat. Ugyanakkor az Európai Mobilitási Hétnek nem csak a kerékpározás felé van mondani valója, hanem a közösségi közlekedés használata is egy nagyon fontos. Mindaz, ami alternatív lehetőség van az egyéni autó használattal szemben. Mi már nagyon hozzászoktunk ehhez, hogy csak autóban ülünk, autóban járunk ide-oda munkahelyre bevásárolni, és egészen más, hogyha hétköznapi életünkben többet használjuk a kerékpárunkat, vagy adott esetben, hogyha kisebb távolságok vannak, akkor gyalogolva tesszük meg ezeket. Nagyvárosban nehezebb a kerékpározás. Vannak esetleg azért erre is törekvések, hogy mégis megteremtsék ott is minél inkább a kerékpározás lehetőségeit, vagy akár más alternatívát arra, hogy ne ténylegesen személygépkocsival egy ember, egy autó ritmusban kelljen utazni? A rendezvényünknek, bár ez az egyik címe, hogy mobilitás hét és autómentes nap, nem autó ellenesség a szándéka, hanem az, hogy a lehetőségeinket úgy válasszuk meg, a közlekedési módjainkat, hogy az leginkább alkalmazkodjon ahhoz, hogy mi a legmegfelelőbb. Akár környezetvédelmi szempontból, akár a pénztárcánk szempontjából úgy kombináljuk össze a közlekedésünket, hogy arra az egészségünk szempontjából, a környezetünk szempontjából és a pénztárcánk szempontjából legideálisabb közlekedést mixeljük össze. 2001-ben indult el tehát az az út, amelyhez Magyarország is csatlakozott, a mobilitás hete, az Európai Mobilitás hete. Tudunk-e egy konkrét számot, vagy egy hozzávetőleges számot arról, hogy jelenleg hány település veszi ki aktívan a részét egy ilyen országos akcióból?
Idén már több mint 210 önkormányzatra regisztrált és illetve jelentkezett magához a programsorozatról. Ez évenk óta folyamatosan és töretlenül emelkedik, és hát eznek nagyon örülünk, ez mutatja azt, hogy az önkormányzatok és hát a települések lakói is nyitottak ezekre a közlekedési környezetvédelmi kérdésekre. A mozgás fontosságára és az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet az Európai Mobilitási Hét keretében Vémindi kezdeményezésre az a kerékpártúra, melyhez a mohácsi frissítőponton a Cselepataknál is csatlakoztak bringások szeptember 18-án. A biciklisták szeretnék, ha akciójuk hozzájárulna a megszűnt Bátaszék-Pécsvárad vasútvonal helyén egy kerékpárút megvalósulásához. A résztvevők közül ezért többen Bátaszékről, illetve Pécsváradról indultak Vémind irányába, ahol sportprogram és közös főzés várta őket. Az elmúlt hétvégén Pécset rendezték meg a 22. Nemzetközi Veterángépjármű Találkozót. A program résztvevői közül többen úgy döntöttek, egy rövid kiruccanás keretében Mohácsra is ellátogatnak. Városunk lakosai szeptember 17-én a Széchenyi téren csodálhatták meg a Nagybecsben tartott ritkaságokat. Jó időpontot és jó időjárást választotta maguknak a Nemzetközi Veterángépjármű Találkozó résztvevői mohácsi látogatásukhoz, így számos érdeklődő sereg lett össze szombaton délelőtt a Széchenyi téren. Mohács önkormányzata frissítővel és apró falatokkal várta a ritka autók és egyéb más járművek tulajdonosait, akiket Cserdi Áron üdvözölt a Városháza lépcsőjéről. Az alpolgármester megköszönte, hogy a találkozó résztvevői Mohácsot is útba ejtették, és méltatta kitartásukat, alaposságukat a járművek karbantartásában. Stábunknak a helyszínen nyilatkozott a szervezők egyike, professzor dr. Kollár Lajos. Nagyjából egy olyan 50 körüli autót hoztunk most el. Ez egy olyan átlagos közepes szám, voltak már nagyobb rendezvényeink is. Tulajdonképpen az egész ötlet onnan származott, én a régi hajók szerelmese vagyok, és 18 éve szervezem a régi hajók számára, a háború előtt épült hajók számára egy versenyt, és egyszer odahívta a veteránosokat, hogy együtt, mit a látvány, régi hajó, régi autó, és így kerültem be a veterános körbe. Nekem is van egy 57-es BMW Izettám és egy kis Fiat Cabrio-m. És idén avval kerestem meg a klubokat, hogy próbáljunk egyszer egy közös rendezvényt csinálni. Ez jól látható, azért a klubok között mindig vannak bizonyos rivalizálások, ellenségeskedések, és én felajánlottam azt, hogy én semlegesként leülök mindenkivel tárgyal, és összehozunk egy szép rendezvényt, ami hagyományteremtő rendezvény egyébként. Idén rendeztük így közösen az elsőt, és a programban úgy gondoltuk, hogy ne csak Pécsvárosának, hanem a megyének, és elsőként Mohácsnak is mutassuk meg ezeket a járműveket. Úgyhogy remélem, hogy a jövő évben is Mohácson is találkozunk, de természetesen nem akarunk most átlenni más városokhoz is, úgyhogy majd próbálunk eljutni Szigetvárra, Siklósra és még sorolhatnám. De az egyik bázist Mohácsnak gondolnánk, és reméljük a jövőre is itt tudunk találkozni. Mi a jellemző fogadtatás, amikor beérkeznek egy város főterére? Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy erről beszéltünk, ez ha nem is egészség, de hangulatjavító. Én Pécset is polgármesternek említettem egyszer, hogy valami, apanást kaphatnék azért, amikor az 57-es, mint egy másfél méter hosszú előnyíró ajtós kisautóban végigmegyek a városon, ennyi mosolygó arcot itt kell lehet látni. Én úgy gondolom, az emberek szeretik ezeket a régi járműveket, érdeklődnek, és nagy örömmel nézik. Úgyhogy itt jól látható, hogy Mohácson is komoly érdeklődés van. A kis BMW most nincs itt velünk, mondjuk úgy, hogy gyengélkedik, de itt van egy gyönyörű Fiat, egy 1976-os gyártmányú Fiat. Kérem ezt a kabriót, mutassa be picikét közelebbről a nézőinknek. Ez tulajdonképpen zsiguli, bármilyen meglepő, hiszen a 124-es Fiatot a torinói világkiállításon 63-ban mutatták be az olaszok, majd utána eladták az oroszoknál, a Szovjetunióba került további gyártásra, és ebből lett a zsiguli. Viszont maga az alapkonstrukció az az olasz Fiat gyár tulajdona maradt, és Pininfarinával, híres olasz karosszéria tervezővel terveztettek egy sportkabrió karosszériát, és zömében ezekbe ugyancsak az Abarth gyár által konstruált motorokat rakták be. Ezek híres tuning versenymotorok voltak, 60-70-es években másfél évtizeden keresztül az európai rally futamokat uralták ezek a járművek. És nagyon érdekes, ami számomra is sejtély, hiszen Amerika a nagy autók hazája, rendkívül népszerű volt Amerikában, úgyhogy az exportnak, vagy a gyártásnak 80%-a Amerikába ment, és most egy olyan 15-20 év ezelőtt kezdtek szivárogni ezek vissza, ezek a régi járművek. Az én autóm is megjárt Amerikát, az első tulajdonosa amerikai volt, olyannyira, hogy nekem az első szervizkönyvem megvan hozzá,
és 14 éve került vissza Európába, Kölnbe, és én ott találtam interneten az autót. Még egy érdekesség, hogy Amerikából visszakerült autó közül a kaliforniaiaknak az ára, az egy 30%-kal drágább, mint a floridai, mert a Floridában sokat esik az eső, sohatnak az autó, Kaliforniában megértem, szerintem nem. Hát egy a veteránokhoz képest ez egy aránylag modern konstrukció volt, a világon az első 4 kerék tárcsafékes rendszerű autó volt. Ha már a konstrukciók korszerűségéről beszélgetünk, akkor én azt képzelném így kívülállóként, laikusként, hogy ezek mind-mind most nem bántó értelemben, de elavult autók, vagy elavult megoldások, már a kor meghaladta őket. De így van-e ez tényleg, vagy vannak olyanok, amire azt mondja az ember, hogy ezt érdemes azért odafigyelni, mert egy nagyon logikus és jó megoldás. A régi iparosok számtalan meglepő és elképesztő ötleteket építettek be az autógyártásba. Nyilván a kor haradt, de ezek még tényleg szószoros érte automobilok voltak, számos ötletes apró megoldással. A mai autók jók persze, de azt kell mondani, hogy tucat autók. Tehát most gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy autó Mercedes, BMW, vagy nem tudom milyen embléma, vagy Volkswagen embléma van. Ugyanúgy számítógép tervezte, nagyon hasonló formák, ugyanolyan komputerrendszerekkel, nagyon jó közlekedési eszközök, de nem szerethető járművek. A mai nap legidősebb járműve egy 1922-ben készült Buick, amely saját kerekein érkezett ide hozzánk. A tulajdonosa Adamko úr át is vehette a város elismerését, egy mohácsi fekete kerámia vázát. Ez az autó mitől különleges azon túl, hogy 94 esztendős? Azért is különleges, mert hát abban az időben azért majdnem, hogy egy szekérre, vagy az a túlzás, mondjuk egy hintóra szerelt motorokkal indult az autógyártás, és ebben a szériában még ennek a jegyei felfedezhetők. Ennek az autónak csak hátul van fékrendszere, ezért Pécset a mecsekre nem ismertük fölvédni, mert annyira felforrósodott volna a fékrendszer. Fa kerekei vannak, még fa külös kerekei vannak, de hát elképesztő, hogy tényleg ennyi év után én jelen voltam tegnap, amikor a trailerről a tulajdonosa leállt vele saját lábon, és perceken belül életet csiholt a motorba, egy-két csapot kellett átállítani, kicsit megpumpálni itt-ott, és már bereget is a motorja. Soros, hathengeres motor, tulajdonképpen még most is ez műszaki csoda. Mennyire jellemző ezekre az autókra, hogy többet kell őket szerelgetni, mint amennyit az ember mondjuk haladni tud velük, vagy menni tud velük? Ez kétségtelen így van, én 3 héttel ezelőtt kint voltam a Európa egyik legnagyobb autó veterán felvonulásán, a Vienna Classicon Bécsben. Ott 287 autó volt, hát bizony megálltak közbe. Az én másik autóm, ez a kis BMW Z, ami 300 köbcent is, végigcsinálta az oxó nélkül a közel 100 km-es távot. Itthon is mentem vele, semmi nem történt, ma reggelre kiderült az úszókilukat. Ezeknek is finom rézúszóik vannak, mozgástól kidörzsölődik, valami kis hajszál, kis sérülés lehet rajta, benzinnel megszívta magát, és fölött az üzemanyagom. Nem egy nagy munka, egy 5 perces forrasztás, de már nem volt időre, úgyhogy az otthon maradt, majd holnap a Széchenyi térre Pécset kiállítjuk. Amikor így jönnek-mennek az országban, vagy a világban, akár Európában is, akkor mennyire van idő megnézni azt a várost, ahol éppen állomásoznak? Régi mániám, én ebből a Vienna Classicból nagyon sokat tanultam, és az volt jellemző legalábbis a pécsi veterán klubokra, hogy egy tulajdonképpen egy veterán hétvége az abból telt, hogy a környékbeli valamelyik faluba elmentek, önkormányzathoz kaptak egy ebédet, és hazamentek. Szóval én annak a híve vagyok, hogy az autókkal járni kell, és természetesen minden szépséget, nevezetességet, turisztikai desztinációt meg kell keresni, találni és megnézni, hiszen így lesz teljes igazán a program. Mi mutatunk az ott lévőknek egy autócsodákat, ők meg mutatnak nekünk olyan szépségeket a környezetükből, ami nekünk nagyon sokat ad és nagyon fontos. Veterán járműcsodák és ritkaságok uralták Mohácson a Széchenyi teret szeptember 17-én. A legkorosabb autó egy 1922-es gyártású, azaz 94 éves Buick tulajdonosa, Adamko Rudolf Taksony Mohácsváros önkormányzatának külön ajándékát, egy fekete kerámia vázát is átvehetett. A találkozó résztvevői ellátogattak a Bursó udvarba, valamint a Patak és Taposó malomba is. Kedves nézőink, ennyi fért ma esti magazinműsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán, ugyanebben az időpontban várom Önöket, a viszontlátásra.